Üdvözlöm az itt megjelent nézőket, és üdvözlöm azokat is, akik ezt a vitát majd a világhálón keresztül nézik. Mai beszélgetésünk, illetve remélhetőleg éles vitánk témája, a szép új világ, azaz milyen lesz a magyar jövő címet kapta. Vendégek itt a Transit Vitasátorban Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, és Bedő Dávid, a Momentum országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettese. Ahhoz, hogy az új világot meg tudjuk vízióként jeleníteni magunk előtt, az mindenképpen azért egy picit elemezni kell a múltat. Nyilván nem megyünk bele az elmúlt 1000 év történetébe, de beszéljünk az első, vagy az elmúlt 13 évről, leginkább azért is, mert ugye a Momentum 2015-ben alakult, és 17-től vesz részt politikai egységként a magyar politikai életben. Úgyhogy szerintem kezdjük képviselő úrral, hogy mit gondol az elmúlt 13 év magyar fejleményeiről? Politikai, gazdasági és minden egyéb. Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlök minden kedves nézőt itt is, és a világhálón is. Szerintem nagyon jó, hogy a múlt elemzésével kezdünk egy picit, mert ahhoz, hogy a jövőről beszéljünk, ahhoz, hogy lássuk, hogy mi vár erre az országra, fontos látnunk, hogy mi van jelenleg, mi a magyar jelen, és az is fontos természetesen, hogy mi történt az elmúlt 13, mi történt az elmúlt 30 évben. És ez így igaz, hogy a jövőt tulajdonképpen a jelen és valamelyest a múltunk határozza meg. Na most ugye van nekünk egy kormányunk, amely 13 éve van kormányon, ráadásul kétharmada van a parlamentben 13 éve, szinte korlátlan hatalommal rendelkezik. Minden lehetősége, minden eszköze megvolt arra, hogy csodát teremtsen Magyarországon. Ehhez képest most ott tartunk 13 év kormányzás után, hogy sereghajtók vagyunk az Unióban, nálunk vannak a legmagasabb inflációs adatok, volt már 25%, most már sikerült letörni egészen 17%-ig. A mögöttünk lévő második 10% Csehország, és az Európai Uniós átlag pedig ennek a harmada. Emellett negyed évben van recesszióban az országunk, ilyenre még nem volt példa a rendszerváltás óta, vagyis pontosabban 1996 óta számolnak negyedéves GDP-t, erre nem volt még soha példa, hogy 4 egymást követő negyed évben recesszióban legyen a magyar gazdaság, és természetesen, hogyha szétnézünk az európai országok között, akkor sehol máshol nem találunk ilyen számokat, ilyen lesújtó gazdasági adatokat. És aztán ott van persze az is, hogy 10. hónapja csökkennek a reálbérek az országunkban, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebbet ér jelenleg a magyarok, a már amúgy is alacsony magyar fizetés. És olyan rossz a helyzet, hogy a miniszterelnök már kénytelen új szavakat kitalálni, mint valami visről rendelt Kazinci. Pozitív nulla kifejezést hozta be most a köztudatban nemrégiben. Ezt szeretné elérni az év végére így a gazdasági mutatókban. De hogyha félre is rakjuk ezeket a makrogazdasági mutatókat, és eltekintünk ettől, és egy kicsit azt nézzük meg, hogy mit kap a magyar az adóiért cserébe, akkor azt látjuk, hogy a legalapvetőbb szolgáltatások, amiket a kormánynak, amit az államnak nyújtania kellene az állampolgárok felé, azok roskadoznak, omladoznak. Nézzük csak meg az oktatásnak a helyzetét. Az oktatásnak kellene lenni a nemzetünk sikerének kulcsa, az egyik legfontosabb kérdés. És ahhoz képest egy óriási tanárhiánnyal küszködünk, közel minimálbért keresnek a tanárok, átlagbér alatt keresnek a tanárok, kormány nem mutat semmi hajlandóságot arra, hogy a tanároknak bért emeljen, és folyamatosan hagyják el a pedagógusi pályát a tanárok, így felmerül a kérdés, hogy ki fog holnap tanítani. Ott van az egészségügynek a helyzete. Szintén lesújtó a helyzet, sorra zárnak be a szülészetek, ami elég érdekes, hogyha azt nézzük, hogy egy családbarát, legalábbis hangzatosan családbarát kormányról van szó. Minden esetre én nem csak azért jöttem ide, hogy kritizáljam ezt a kormányt, és kritizáljam a képviselőit ennek a kormánynak, mert nekünk van egy nagyon világos alternatívánk, amit tavaly ősszel bemutattunk a Holnap Magyarország terve, amiben egyértelmű alternatívát, egyértelmű víziót kínál a jövőre nézve, remélem lesz erre alkalmunk belenézni. El is hoztam egy példányt amúgy, itt van nálam, hogyha szeretném majd elolvasni, ezt kirakom ide. Biztos vagyok benne, hogy lesz, de akkor hagyjuk Köszönöm. Most Hollik képviselő előtt is, hogy válaszoljon ezekre a felvetésekre. Én is köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Hát már csak azért is gondolom, hogy fontos a 13 évről beszélni, mert képviselő úrral egy szót nem ejtett. A helyzet az, hogy 2010-ben, amikor a polgári nemzeti oldal megkapta a kormányzásnak a lehetőségét, akkor
in konkrétum Magyarország csődben volt. Tehát, hogyha akkor, és nem csődben volt, nem úgy lett csődben, hanem csődbe vitte a Momentum legfőbb szövetségese, Gyurcsány Ferenc az az előtti 8 évben. Tehát konkrétan, hogyha nincs ott az IMF segítsége, amely az ország hónalja alá nyúlt, akkor Magyarországon 2010-ben egy olyan országot láttunk volna, ahol 10% feletti munkanélküliség van, ahol az állam nem lett volna képes az alapvető szolgáltatásait biztosítani, nem tudott volna nyugdíjat fizetni az IMF nélkül. Tehát abban azt gondolom, hogy egyetérthetünk, hogy egy leromlott, legatyásodott Magyarországot láttunk 2010-ben, és nekünk az volt a célunk alapvetően, hogy egy erős, magabíró, munkaalapú országot hozzunk létre, 10 év alatt 1 millió munkahelyet hozzunk létre, egy olyan ország legyen Magyarország, amely erős, szuverén, tisztelik, nagyon sok ország érdekelt Magyarország sikerében, ahova jó befektetni, jó ide, érdemes ide, megéri ide befektetéseket hozni, a magyar emberek pedig biztonságban érezhetik magukat, és a magyar családokat pedig támogatják. Ez volt a nagy nemzeti cél. Hát itt annyit tudok jelenteni, hogy bár voltak nehezítő körülmények, de ehhez a célhoz közelebb kerültünk. Ha sok adatot megnézünk, talán a legfontosabb ezek közül, hiszen mégiscsak 90-ben azért váltottuk rendszert, és azért küldtük haza a kommunistákat, mert azt gondoltuk, hogy képesek vagyunk magunk is elkormányozni magunkat, és az volt a nagy célunk, hogy úgy éljünk, mint Nyugat-Európában. Ma már nem biztos, hogy úgy szeretnénk élni, mint Nyugat-Európában, de azt a típusú jólétet szerettük volna. És most azt láthatjuk, hogy az elmúlt 13 évben az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjéhez 10%-kal közelebb kerültünk, 66%-ról most már 80% közelébe mentünk. Tehát számos, hogy a reálbér például a Magyarországban van a top 5-ben, ahol a legmagasabb mértékben nőtt a reálbér, 71%. Nyilvánvalóan nem vagyunk még ott, ahol szeretnénk lenni, de azt gondolom, hogy mondom, a nehézségek ellenére jól haladtunk, és büszkék lehetünk, nem a kormányzat elsősorban, hanem a magyar emberek arra a teljesítményre, amit az elmúlt 13 évben elértünk. Köszönöm szépen. Sikerült a beszélgetés a vitának az első 3 percében jutni a gyurcsányozáshoz. Ez szerintem valamiféle új rekord lehet. Én mindenképpen rávilágítanék arra, hogy ugye az elmúlt 13 évből nagyjából 10 évet egy világgazdasági konjunktúrába töltöttünk. Egy olyan időszakban, amikor nem csak Magyarország, de teljes Európa és a teljes globális gazdaság fejlődött. Ugye a gazdaság az egy ciklikusan működő dolog, ezt nagyjából már a 30-as években megmondták az akkori közgazdászok, és ez egy kiszámítható dolog. Na most ehhez képest az elmúlt 10 évben semmilyen felkészülés nem történt arra, hogy mi lesz, amikor majd egyszer eljön az a válság, mert a válságok jönnek. A válságok jönnek és mennek, és most itt van ez a válság az ajtónkban, sőt, már be is léptünk bőven, és a magyar kormánynak nincsen érdemi megoldása erre a válságra. Ezt nagyon jól mutatják azok a számok, azok a makrogazdasági számok, amiket a bevezetőmben elmondtam. Az inflációs adatok, a recessziós adatok, a reálbérek. Képviselő úr itt elmondta, hogy 70%-kal nőttek a reálbérek, de most kérdezem, hogy most hol tartunk jelenleg. Mert hogy továbbra is az a helyzet, hogy az Európai Uniót nézzük, akkor 2 darab ország van mögöttünk reálbérek tekintetében, Románia és Bulgária. Minden más ország, azok az országok ráadásul, akik hasonló helyzetből indultak, mint mi, megnézzük Szlovéniát, Horvátország, sőt, még érvelnék amellett, hogy nehezebb helyzetből indulnak, mert volt egy jugoszláv háborújuk a 90-es években, de megnézzük a többi szovjet tagállamot, a baltik országokat, Szlovákiát, Lengyelországot, akkor ezek mind gyorsabban fejlődtek, mint Magyarország ebben az időszakban, és ebből a gazdasági konjunktúrából nem sikerült kihozni azt a fajta fejlődést, amit ki lehetett volna. Én nem tagadom azt el, hogy volt fejlődés ebben az országban a 10-től gyakorlatilag 2020-ig a Covid beköszöntőig, én ezt nem félreértésnélség, én ezt nem fogom eltagadni, volt, de hogy pont amellett érvelek, hogy óriás kihagyott lehetőség volt az, hogy nem volt érdemi gazdaságpolitikai terv és stratégia, hogy fogjuk átállítani, volt, csak én szerintem hibás, majd ebből is később beszélgethetünk erről, de nem sikerült egy olyan fejlődő pályára állítani, és nem sikerült ráadásul
tartalékolni arra az időszakra, amiben most vagyunk. És ön azt mondja, hogy a magyarok biztonságban érezhetik magukat. Abban kétségtelenül tényleg, hogyha mondjuk a bűn cselekményeket nézzük, abban biztonságban érezhetik magukat, csökkent az elmúlt évtizedben Magyarországon a bűncselekmények a száma, de hogyha a gazdaságot nézzük, akkor hogy mondhatjuk azt, hogy biztonságban érezhetik magukat a magyarok, amikor egy 25%-os inflációval kell szembenézniük, és nap mint nap, amikor elmennek a boltba, akkor azt látják, hogy azok a termékek, amiket egy évvel ezelőtt vásároltak, és itt most nem luxus termékekről beszélek, hanem a legalapvetőbb termékekről beszélek, ezek a termékek, ezek drágábbak hónapról hónapra, és egyre kevésbé jönnek ki a fizetésükből. Akkor hogy beszélhetünk arról, hogy a magyar emberek azok biztonságban érezhetik magukat? És még csak egyetlen pikírt megjegyzést engedjen meg nekem, a kommunistákat nem hazaküldték, hanem átültek az önök padsoraiba. Köszönöm. Hát ez egy kemény vád volt. Én egy olyan fotót láttam, ahol Orbán Viktort éppen verték a rendőrök, tehát úgy látszik, hogy a történelmet is lehet másképp értelmezni. Ugye van az a baloldali érvelés, sokszor hallottuk már, hogyha vannak gazdasági eredmények, azt egy ideig természetesen a baloldal megpróbálja eltagadni, most már legalább odáig eljutottunk, ez nagy eredmény, hogy az elmúlt 10 évnek az előrehaladását most már akkor nem vonjuk kétségbe, de akkor jön az a baloldali mantra, hogy de hát erről egyébként nem a kormány tehet. Nyilván nem, hát a gazdasági konjunktúra. Tehát a kormánynak ehhez semmi köze nincsen. A helyzet az, hogy ez nem így van, azért bővült Magyarország gazdasága minden évben egyébként a Covid előtt az Európai Uniós átlagot jóval meghaladó módon, duplája volt olyan, amikor triplája is volt, mert egyszerűen olyan gazdasági környezetet alakított ki a kormány szabályozással, amely vonzóvá tette a befektetők számára Magyarországot. Magyarországon van a legalacsonyabb társasági adó. Magyarországon fizetnek a legkevesebb adót a cégek. És Magyarországon fizetnek a legkevesebb adót a magánszemélyek is. Az önök szövetségesei olyan adórendszert működtettek még 2010 előtt, ahol volt, aki 36%-ot adózott. 36% volt a személyi jövedelemadó. És hogyha már a válság szóba került, akkor ha jól értem, abban talán megállapodhatunk, hogy nehéz helyzetben vagyunk. Ez legalább ebben nincs vita. De a kérdés az, hogy ebben a nehéz helyzetben magunk miatt kerültünk bele, vagy mások miatt, illetve képviselő azt állítja, hogy nincs tervünk, hogy ebből a nehéz helyzetből hogyan jussunk ki. Én azt gondolom, hogy van pontosan tervünk arra, hogy ebben a nehéz helyzetből hogyan jussunk ki, és ezt is hajtja végre jelenleg a nemzeti oldal. Tehát ezt a válságot ellentétben egyébként 2010 előtti idővel nem a kormány okozta. 2010 előtt az önök szövetségei okozták azt a nehéz helyzetet, és azért is rogyott meg a világgazdasági válságban elsőként egyébként a magyar gazdaság, mert Gyurcsány Ferencénk tönkretették az országot. És akkor valóban felkészületlen érte Magyarországot az a válság. És ha már itt a tartalékolást említette a képviselő, csak szeretném felhívni a figyelmét, hogy az önök szövetségesei, amikor valóban gazdasági konjunktúra volt 2008-at megelőzően, akkor nem hogy tartalékoltak, a tartalékolás szerint az állam szempontjából azt jelenti például, hogy a kommunizmus egyik legnagyobb terhes örökségét, egyébként ebben különbözik tőlünk a többi térségbeli ország, hogy ott nem volt államadóság. Nekünk még a kommunisták el is adósították az országot még 89 előtt, ezt a terhes örökséget viseljük. Na ezt az államadóságot, amikor tartalékolásról beszélünk, akkor azt gondolom az a felelős, aki konjunktúrában az államadóságot csökkenti. Az önök szövetségesei növelték 50%-ról 80%-ra. Úgy értünk oda 2008-ba, hogy 85%-os volt az államadóság. Mi mit csináltunk? Mi valóban tartalékoltunk és fegyelmezett költségvetési politikával, úgy támogattuk a családokat, úgy hoztunk létre munkaalapú társadalmat, hogy közben az államadóság csökkent, és amikor Covid volt, volt az államnak gazdasági ereje ahhoz, hogy egyébként a munkahelyeket, mert egy válság idején az a legfontosabb, hogy a munkahelyeket megvédjük, volt hova nyúlni, mert volt tartaléka az országnak, azért, mert felelős gazdaságpolitikát, pénzügypolitikát folytatott azaz megelőzőkben. És mi a magyar forgatókönyv a válságból való kimenekülésre? Az elsőként, hogy a munkahelyeket meg kell őrizni. Ezt sikerrel tettük. A Covidot követő gazdasági válság során is sikerrel tettük, meg Magyarországon soha nem dolgoztak annyian, mint a Covid válság után, és ez egyedi jelenség, ez nem... Ez kilóg az európai átlagból, nagyon sokan, sok országban nőtt a munkanélküliség, és most kell ezt is tennünk.
És ezt a válságot meg nyilvánvalóan nem mi okoztuk, hanem a háború okozta, és az elhibázott szankciók okozták. Ezért azt gondoljuk, hogy elsődleges magyar érdek az, ellentétben azzal, amit a Momentum mond, hogy ezt a háborút nem folytatni kell, hanem ezt a háborút minél hamarabb le kell zárni. És Magyarország akkor sokkal könnyebb helyzetben lesz, és egész Európa sokkal könnyebb helyzetben lehet gazdasági értelemben is, hogyha ennek a háborúnak véget tudunk vetni egy tűzszünettel. Háború szóba jött, nagyon fontos. Az, ami most Magyarországon, illetve a világon történik, azért az nagyon jelentős részben köszönhető annak, hogy ugye kitört egy fél proxy háború itt a közvetlen környezetünkben. Orosz agresszió, tegyük hozzá egyértelműen. De mindemellett azért mégiscsak elgondolkodtató, hogy mondjuk a nyugat-európai hozzáállás, vagy a mainstream hozzáállás és a világ más részeinek a hozzáállása meglehetősen különböző ehhez a problematikához. Válaszok a kérdésére, egy-két dologra azért reagálnék. Én képviselőnél szeretném megkérdezni öntől, hogy meddig fognak önök visszamutogatni a múltra? Meddig fognak még a 2010-el és az azelőtti időszakkal jönni? 13 éve vannak kormányon, kétharmaddal a parlamentben, 13 éve, minden létező intézményt megszálltak, amit megtudtak, talán még a bíróságok kivétel, de azt is nagyon ügyesen csinálják, már folyamatban van. Meddig fognak visszamutogatni a múltra, és meddig fogják azt mondani, hogy bezzeg mi volt 2015? Mikor jön el az a pillanat, amikor felelősséget vállalnak a saját tetteikért, felelősséget vállalnak a saját kormányzásukért? Ön azt mondja, hogy itt óriási költségvetési fegyelem volt. Ha megnézzük az elmúlt évek költségvetését, akkor minden évben egy kamu költségvetést nyújtottak be, ami nem a valós számokat tartalmazta. Megnézzük a 2023-as költségvetést, amit 2022 májusában benyújtottak, 4,5%-os növekedés prognosztizált. Mennyi most a növekedés? Nincs, mert negatív. Bocsánat, pozitív nulla. Milyen költségvetés az, ahol nem tudnak kigazdálkodni a tanároknak, a pedagógusoknak 400 milliárd forintot egy 50%-os béremelésre? Milyen költségvetés az, ahol egy 34 ezer milliárdos költségvetésről beszélünk, ebben nincsen 400 milliárd forint a pedagógusoknak, az egyik legfontosabb szakmának ebben az országban, hogy érdemi bérük legyen, és ne hagyják ott a tanári pályát? Ezt nem mondhatja nekem képviselő. Azt meg tudnám mondani, képviselő, bocsánat, hogy mennyi az a pénz nominálisan, amit az Európai Unió visszatart, amely egyébként Magyarországnak jár is, hitelfedezetet vállalt a Magyarország. Ez 12.900 milliárd forint, amit most azért nem kapunk meg jelenleg, mert az elmúlt 13 évben ez a kormány leépítette a jogállamiságot, és ott lopott el minden eurócentet, ahol csak tudott. Hollik úr. A pillanatra én azért visszatérnék az oktatás kérdésére. Mert most a baloldali hergelő mondatokon túl érdemes azért erre is egy rátekinteni és beszélni erről, mert szerintem fontos kérdésről van szó. Én is azt gondolom, hogy Magyarország egyik legnagyobb kincse az a magyar részjárás és a magyar tudás. Ezt tudhatjuk számos Nobel-díjasunk után. Én azt gondolom, hogy itt is volt egy világos célja a kormányzatnak. A felsőoktatás területén már előrébb tartunk, és szerintem hihetetlen eredményeket produkáltunk. Tehát akkor, amikor azt mondtuk, hogy modellváltásra van szükség, az elmúlt 30 évben azt láttuk, ez a tény, a magyar egyetemek nem tudtak fölzárkózni a világelithez. Ezért azt mondtuk, hogy amelyik egyetem szeretne, az menjen keresztül egy modellváltáson, toljuk őket közelebb a gazdasághoz, ösztönözzük, késztessük őket arra, hogy aktívabb együttműködést folytassanak a gazdasággal, és saját maguk számára tűzzenek ki célokat, amelyeket el akarnak érni, és az állami támogatás az innentől fogva csak akkor fog járni az egyetemeknek, hogyha ezeket a saját maguk által meghatározott célokat el tudják érni. És akkor egyébként lényegesen több támogatás fog jutni. Tehát mutasson képviselő nekem még egy olyan országot, ahol egyébként a Covid és a háború ellenére, úgyhogy ilyen nehéz helyzet van, a GDP 2%-át fordítják felsőoktatásra, úgy, hogy 3 évvel ezelőtthöz képest ma a magyar felsőoktatásra 1000 milliárd forinttal többet fordítunk, mint 3 évvel ezelőtt. Tehát azt gondolom, hogy becsüljük és fejlesztjük is a magyar felsőoktatást, és ennek meg is van az eredménye. Tehát ma már 11 egyetem van a világ top 5%-ában.
Ez korábban 4-5 évvel ezelőtt még csak 3 egyetem volt, aztán 5-7, most meg már 11. Tehát láthatóak az eredmények. Tehát értékeljük, megbecsüljük. A pedagógusok tekintetében pedig azt egészen felháborítónak tartom, hogy ön beszél a pedagógusokról, amikor az ön európai, ön pártjának európai parlamenti képviselője, Donát Anna, azért kiabált kint Brüsszelben, hogy ne fizessék ki a Magyarországnak járó pénzeket, amiből egyébként a pedagógus béreket meg lehet emelni, egészen addig, ameddig az életpálya törvényt vissza nem vonjuk. Amiben egyébként benne van, hogy a pedagógusoknak többet kell keresni. Tehát egészen szürreális, amit csinálnak, és ön is tudja, pontosan jól tudja, hogy semmifajta jogállamisági kérdésről nincsen szó. Itt egy politikai zsarolás van. Brüsszel visszaél a hatalmával, így akarja nehéz helyzetbe hozni a kormányt, és visszatartja ezeket a forrásokat. Olyan dolgokba szól bele, amihez semmi köze nincs. És azt gondolom, hogy a magyar kormány hihetetlenül konstruktívan állt ezekhez a tárgyalásokhoz, annak ellenére, hogy Brüsszel kapcsolatban ezt nem lehet elmondani, és olyan dolgokban is hajlandók voltunk engedményeket tenni, amihez Brüsszelnek semmi köze nincs. Mi köze van az igazsághoz, szolgáltatáshoz, az országos bírói tanácshoz, az Európai Uniónak? Nincsen semmi jogköre. Ennek ellenére azt mondta, hogy ha ezeket az átalakításokat nem tesszük meg, akkor nem jön a pénz. Megtettük. Jön a pénz, nem jön a pénz. És az a helyzet, hogy ebben két dolgot tehet egy magyar politikai párt. Vagy a magyarok oldaláról, és azt mondja, hogy most már ezt nem lehet tűrni, és adják ide a pénzt, vagy Brüsszel oldalára áll. És önök ez utóbbit tették. Szerintem ez a felháborító. Ön tanárvégzettségi, ugye? Ha jól tudom, ön tanárvégzettségi, ugye? Tudja nagyjából, hogy mennyi pedagógus van az országban? Ez most félreértés, nem tesztelés, csak hogy nagyjából mennyi pedagógus dolgozik. Ugye nagyjából 140 ezer pedagógus van az országban, aki az alap meg a középoktatásban dolgozik, gimnáziumokban, meg elemi iskolákban. Mennyi pénzbe kerülne most? Holnaptól? Azt mondjuk, hogy holnaptól 50%-kal többet keresnek a pedagógusok, mint jelenleg. Ez mennyi pénzbe kerülne nekünk? Én arra kérem Donát Annát, hogy legyen kedves, abban segítsen, hogy a pedagógusok a béremelést megkaphassák. Ebben segítsen nekünk, és ne akadályozzák ezt. Értem, köszönöm, nem válaszol a kérdésre. A magyar költségvetésből, bár nehéz helyzet van, és ezt fontosnak tartjuk, ezért minden évben 10%-os béremelést kapnak a pedagógusok. És bocsánat, még hadd mondjak annyit, hogy ahhoz, hogy elérjük azt, hogy a diplomás átlagbér 80%-át, tehát 800 ezer forintot keresessenek a tanárok. Az ehhez szükséges bértömeg egyébként 80%-át, a magyar költségvetésre pusztán 20%-ot várunk a Brüsszeltől. De még ezt a 20%-ot sem hajlandó adni, ez a nagy probléma, és ebben önök, még egyszer mondom, Brüsszel oldalának, úgyhogy legyenek kedvesek, változtassanak az álláspontjukon, és akkor a tanárok hamarabb tudnak a magasabb megemelt bérekhez jutni. Képviselő, egy nagyon bonyolult választ adott nem is adott választ semmilyen formában, de egy nagyon bonyolult monológot adott itt le nekünk, egy nagyon-nagyon egyszerű kérdés, egy számot vártam öntől, hogy mennyibe kerül az, hogy holnaptól 50%-kal a 140 ezer pedagógusok megemeljük a bérét. Válaszolok ön helyett, mert mi kiszámoltuk, 350 és 400 milliárd forint között van ez az összeg, ami a következő egy évre biztosítana a pedagógusoknak egy azonnali 50%-os béremelést. Nekem azt állítja a képviselő úr, hogy a magyar költségvetésben nincsen 400 milliárd forint a pedagógusoknak a béremelésére. Ez az ön állítása, hogy 33 ezer milliárdos költségvetésben nincsen 400 milliárd forint. A Vodafone 700 milliárdba került a kormánynak. 4 darab akkumulátorgyárat támogat a kormány 1050 milliárd forint adókedvezménnyel. Paks 2-nek nem a megépítése, a tőke emelése 150 milliárd a 2023-as költségvetésben. A propagandára, az MTV-ára 150 milliárd forintot költenek el az idei évben, és még kormányzati kommunikációra nagyjából 300 milliárd forintot. Itt ezen a színpadon összedobtam önöknek 2500 milliárd forintot. És azt mondja, hogy nincsen 400 milliárd forint a pedagógusoknak. Meg kell várni az Európai Uniós pénzeket, mert anélkül nem lehet egyszerűen megemelni a pedagógusok bérét. A kormány kezde teljesen meg van kötve, nem talál 400 milliárd forintot a költségvetésben, hogy a legfontosabb szakmának, a legfontosabb, és ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, mert a jövő magyar generációját nevelik fel. Ők alapozzák meg, a pedagógusok alapozzák meg ennek az országnak a jövőjét, és nekik nincsen 400 milliárd forint ebben a költségvetésben. Ismerjük már azt, amikor baloldali politikusok összedobnak költségvetést, csőd is lett a vége. Tehát érdemesebb a költségvetési tervezésnél azt gondolom, hogy
kicsit óvatosabban eljárni. Én nem dobogatnék össze. Azért az elmúlt 10 évben Varga miatt nem véletlenül tüntették ki egyszer az év pénzügyminisztere díjjal. Én azt gondolom, hogy a költségvetés nem egyébként egy Európai Uniós intézmény volt az, aki ezt a kitüntetést adta neki. De azt gondolom, hogy felelős gazdálkodás volt. De még egyszer, a helyzet az, hogyha önök valójában segíteni szeretnének a pedagógusokon, akkor például az életpályatörvényt megszavazták volna. Mert ez garantálja a pedagógusok számára a biztos egzisztenciát, és az, hogy kiszámítható pályát tudnak tervezni maguk számára. 50 nap szabadsággal, megvan, hogy mennyit kell kötelezően tanítaniuk, és az is megvan, hogy mennyit fognak keresni, és hogyan fog emelkedni a bérük. Ehelyett önök erre nemet mondanak. És mondok még egy meglepőt, képviselő úr, tudja, kinek volt a javaslata az, hogy a pedagógus béremelés egy részét, még egyszer 20%-át, azt Brüsszel fizesse ki? Brüsszel ötlete volt. Mert azt mondták, hogy mi fontosnak tartjuk, nagy nemzeti célnak tartjuk azt, hogy a pedagógusok meg legyenek becsülve, és ezért azt mondták, hogy jóvá hagyják azt, hogy ezt az uniós támogatások közé beemeljük, és maga Brüsszel javasolta azt, hogy akkor egy részét finanszírozza a pedagógus béremeléseknek a kormány, egy részéhez pedig akkor Brüsszel hozzá fog járulni. A probléma az, hogy ezt megígérték, csak nem fizetik ki. Abszolút jogszerűtlen módon. Önök pedig aktívan segítenek nekik ebben. De én azt gondolom, hogy ez a politika nem a pedagógusokról szól, és az a politika, amit önök folytatnak, az a pedagógusok kárára szolgál, nem pedig az érdekükben áll. Akkor beszéljünk most már tényleg a jövőről, mert most a jelenről beszélünk folyamatosan. Ön mondta, 12 000 milliárd forint az, ami Brüsszelben beragadt. Mit tesznek önök a jövőben? Képviselő úr említette, hogy a 20% a tanári béremelésnek az gyakorlatilag egy brüsszeli javaslat alapján jelent meg, hogy akkor ez a pénz valami módon mégiscsak megérkezzen Magyarországra. Volt ugye pont az előző kérdés, az pont kimondottan a háborúkra, meg a szankciós politikára vonatkozott. Még visszatérnék oda, és válaszolnék arra nagyon gyorsan. Azért most haladjunk már ezzel, és aztán behozzuk a háborút is. Tehát, ez egy fontos kérdés, azért én azt gondolom... Ne haragudjon, képviselő úr, de szerintem, mivel itt volt egy állítás, azt gondolom, hogy erre az állításra kellene most válaszolni, és aztán behozzuk a háborút vidáman. Nem, sajnos nagyon szomorú dolog, de benn lesz a háború. Tessék. Köszönöm. Ugye van ez a 12 ezer milliárd, majdnem 13 ezer milliárd forint, ez ugye két csomagban van. Egyrésztről van az operatív program, másrésztről pedig a helyreállítási alap. Ha megnézzük az összes többi európai országot, a helyreállítási alapot már egytől egyig költik az országok, körülöttünk lévő országok is. Lengyelország is? Jelenleg, nem Lengyelország kivétel, elnézést, akkor Lengyelországon kívül minden másik ország már költi ezt a pénzt, mondjuk nem szomszédos ország. És Magyarország még mindig ott tart, hogy ezek a pénzek ugye be vannak fagyasztva, és ebből azt gondoljuk, szerintem egyet is értünk a képviselő úr alapban, hogy ezt a pénzt ezt lehetne érdemben felhasználni a gazdaságunknak az erősítésére, infrastruktúrális fejlesztésekre, és egy csomó minden másra. És nekünk az egyértelmű álláspontunk, bármennyire is harsogja a kormánypropaganda és a kormány képviselői, hogy ezeket a pénzeket azért nem kapjuk meg, mert Brüsszel gonosz és zsarol bennünket, ezeket a pénzeket nem ezért kapjuk meg. Ezeket a pénzeket azért nem kapjuk meg, mert bár Brüsszel elég lassan, de ráébredt 13 év után, hogy a magyar kormány mit csinál az Európai Uniós forrásokkal, és milyen hatalmi politizálást képvisel ebben az országban, és ebből lett elegük. És ezért mondták azt, hogy bizonyos olyan lépéseket meg kell tennie a magyar kormánynak, amik a feltételei annak, hogy ezeket a pénzeket, ezeket megkapjuk. És a kormány ugye látszat intézkedéseket sorát hozta be a parlament elé, amiket amúgy mi is megszavaztunk, ezt is el szokták mindig mondani, hogy nem szavaztuk meg, megnézi a szavazójegyzőkönyvet, akkor látni fog, hogy megszavaztuk ezt a 12 javaslatot, ami arra irányult, hogy változtasson a kormány, de érdemben azóta sincs változás ezekben a kérdésekben. És most ott állunk, hogy a kormány és annak képviselői folyamatosan azt harsogják, hogy mindenféle mondva csinált okokat kitalálnak és mondanak, hogy a háború miatt, mert mindenki háborúpárti kivéve mi, egyedül mi állunk a béke oldalán, meg persze a pápa, azért, mert a gyermekvédelmi, propaganda törvény
miatt nem kapjuk meg az uniós forrásokat, és mindig ez a szokásos felelősséghárítás zajlik a kormány részéről, miközben egészen egyértelmű, és tulajdonképpen a magyar kormányon kívül mindenki látja a helyzetet, hogy azért nem kapjuk meg ezeket a forrásokat, mert folyamatos, sorozatos visszaélések történtek az uniós forrásokkal. Elég, hogyha megnézzük mondjuk a lombkorona nélküli lombkorona sétány, talán ezt mindenki ismeri ezt a történetet, de hogyha elég, hogyha elmegy valaki most nyaralni az Adriára, bár elég drága, akkor ott fogja látni Mészáros Lőrinc 63 méteres jachtját, ami 30 milliárd forintba került. Hát valószínűleg a gázszerelő barátunk az sem a gázszerelésből tette össze azt a kis hajót, hanem bizony a kormány hadható segítségével. És ezekből a folyamatos visszaélésekből, korrupciós ügyekből lett elege Brüsszelnek, illetve abból is, hogy a jogállamiságot folyamatosan leépítette a kormány, és a mérföldkövek között is egyértelműen szerepel, hogy ezeket a dolgokat, ezeken a dolgokon kell változtatni, és semmi máson. Mindeközben azért azt hadd tegyem hozzá, hogy az Európai Parlamentben nyomkövetővel szavaznak azok a képviselők, akiket egyébként megfogtak néhány százezer és millió euróval. A brüsszeli álláspontot nem is lehetett volna jobban összefoglalni, hogy a képviselő tette, csak szerintem neki nem ez lenne a dolga. A probléma az, hogy a magyar kormány szerintem egy jó stratégiát választott 2022-ben. Mi azt mondtuk Brüsszelnek, hogy problémátok van velünk, rendben. Akkor legyetek kedvesek, mondjátok meg nekünk, hogy mit szeretnétek, hogyha mi csináljunk. Ti mondjátok meg. Vártunk, nem is keveset, sokat. És előállt ez a 17 pontos javaslat a Brüsszelnek. Azt mondta, hogy ha ezeket végrehajtjuk, megcsináljuk, akkor rendben lesz. Megcsináltuk, végrehajtottuk. Mi lett? Kitaláltak egy újabb szempontot. Azt mondtuk, hogy jó, nincs is köze hozzá Brüsszelnek, de ezt is megcsináljuk. Akkor már jön a pénz. Nem jött. Aztán most kitaláltak, hogy akkor az igazságszolgáltatással nincsen baj. Azt is megcsináltuk, megcsináltuk. És még mindig nincs pénz. Tehát értem én, hogy Brüsszelből ezt diktálják, hogy ezt kell mondani, de a helyzet az, hogy Brüsszel visszai hatalmával itt egy politikai zsarolásról van szó. Az a baja Brüsszelnek, hogy itt egy nemzeti kormány van, és ez neki nem tetszik. Ráadásul ez a nemzeti kormány például háború, például gender kérdésében, vagy migráció kérdésében teljesen más képvisel, mint ami brüsszeli elit. És hát a brüsszeli elit egy némely szókimondó tagja el is mondja, hogy erről van szó. Amikor az egyik képviselők azt mondja, hogy no gender, akkor no money, hát akkor erről beszél. Hogyha ti gyermekvédelmi törvényt csináltok, vagy ha ti továbbra is fenntartjátok a határkerítést, és migráció tekintetében nem vagytok hajlandók engedni, ha nem álltok be a sorba, és nem küldtök fegyvereket a háborúba, és folyamatosan arról beszéltek, hogy legyen ennek a háborúnak minél hamarabb vége, akkor nem kapjátok meg a pénzt. Ez ilyen egyszerű. Csak ebben a helyzetben azt gondolom, hogy egy felelős magyar politikai erő, akinek ráadásul Európai Parlamentben is van képviselete, az nem Brüsszel oldalára kéne állni, ahogy ezt önök teszik, hanem önöknek is azért kéne dolgozni kint, hogy ezeket a forrásokat megkapjuk. Ehelyett önök Donáton a Vera Jurovával egyeztetget két naponként, hogy milyen új feltételeket találjanak ki Magyarországnak, hogy a pénzt ne kelljen kifizetni. Ez a helyzet. Ha már a határkerítés és a migráció szóba jött, Tompos képviselő úr az előbbi beszélgetésben azt mondta, hogy jó a határkerítés. Fellépnek-e ezek után? Vagy továbbra is úgy gondolja? Pontosan mit mondott? Azt mondtam, hogy ha a választóink ezt elfogadják, és támogatják az ő biztonságérzetüket, akkor mit nem? Nagyszerű. Ebből az alapból kiindulva, ha az önök választói azt akarják, hogy legyen határkerítés, és ezt az önök tudomására is hozzák, fellépnek-e azért, hogy azt a pénzt Brüsszel kifizesse, ami egyébként beragadt, és minden más országnak határvédelem címén már kifizetődött? Reagálok a kérdésére is, csak egy-két dolgot a képviselő úrnak hadd mondjak el. Természetesen fogok. Bocsánat, számok nem a parlamentben vagyunk. Hát én úgy gondoltam, hogy ez egy vita, és akkor vitáltunk a képviselő úrral. Egyrészt ugye azt mondja, hogy ugye Donát Anna és Cseh Katalin Brüsszelben az Európai Uniós, hogy azért lobbiznak, hogy az Európai Uniós pénzek ne jöjjenek haza. Ezzel szemben az igazság az az, hogy a magyar kormánnyal szemben, aki nem hozott haza az elmúlt másfél évben semennyi uniós forrást, annak ellenére, hogy van egy dedikált minisztere a kormánynak, Navracsis Tibor személyében, aki minden hónapban megígéri, hogy hamarosan itt lesznek a pénzek. Ezzel szemben az igazság az az, hogy
hogy Donát Anna és Cseh Katalin már hazahozott 1,4 milliárd forintot magyar civil szervezeteknek, amire közvetlenül pályázhatnak. Ezt ők érték el. Ők ezért dolgoztak Brüsszelben. Egyértelműen a magyar érdekeket szolgálva, mert talán azt gondolom, hogy egyetérthetünk abban, hogy az jó a magyar civil szervezeteknek, hogyha uniós forrásokra tudnak pályázni. És akkor válaszolva a moderátor úr kérdésére, mert tényleg nem akarom kikerülni a kérdés félreértés nehézség. A határkerítés tekintetében... Bocsánat? Közönségnek ja, szóltam, visszafogottam. Köszönöm. Szóval a határkerítés kérdésében mi már régóta egyértelmű álláspontot képviselünk. Tulajdonképpen 17 óta, amióta megépült a határkerítés, nem ellenesztük a határkerítésnek a megépülését. Ami nagyon-nagyon fontos itt a határkerítés és általánosságban a migrációval kapcsolatban, és ezt valljuk, és a képviselőtársam is az előző vitában is ezt mondta el, hogy egy közös európai fellépésre van szükség. Mert nem tudjuk egyedül megoldani ezt a problémát. Egy közös uniós fellépésre van szükség annak érdekében, hogy a migrációs nyomás Európában és a migrációs helyzetet kezeljük. Én természetesen nagyon szívesen egyeztetek az európai parlamenti képviselőinkkel, ők is ismerik a szakpolitikai álláspontunkat ebben a kérdésben, szóval szerintem nincsen akadálya annak, hogy ebben segítségét legyenek. Én annak örülnék, hogyha Donát Anna és Cseh Katalin azért dolgozna, hogy a pedagógusok megkaphassák a béremelésüket, a magyar KKV-k pedig hozzájuthassanak azokhoz az uniós forrásokhoz, ami nekik jár, és nem azon dolgoznának, hogy álcivil szervezetek jussanak brüsszeli forrásokhoz. Azon a álcivil szervezetek, akik egyébként folyamatosan a magyar kormánnyal szemben dolgoznak, legyen szó migrációról, legyen szó gyermekvédelmi törvényről. De hát ha már civil szervezetekről van szó, nem tudom azért megkerülni azt a témát, hogy önök ugye az elmúlt 30 év legdurvább politikai korrupciós ügyét, külföldi befolyásolási ügyét követték el, civil szervezetek, civil mozgalom mögé bújva, és elfogadtak mégiscsak 4,5 milliárd forintot. Szerintem arra azért érdemes lenne önöknek válaszolni, ha már civil szervezetekről van szó, hogy ezeken a civil szervezeteken átfolyatott pénzek, amit önök egyértelműen kampányra költöttek, ezek honnan érkeztek? Ki fizette ezt ki önöknek? Jó lenne erre válaszolni, vagy honnan érkezett az 500 millió forint az önök főpolgár mesteréhez, Karácsony Gergelyhez, amikor éppen még miniszterelnök akart lenni? Én nagyon örülök, hogy visszahozta az oktatás meg a pedagógus béremelésnek a kérdését ismét a képviselő úr, mert továbbra sem válaszolt arra a kérdésemre, hogy miért nincsen 400 milliárd forint ebben a költségvetésben arra, hogy önök megemeljék. Nem brüsszeli pénzre vár, meg európai uniós pénzre még vár. Egyszer tisztelt, 400 milliárd forintról van szó. Emeljük a pedagógusok béremelését. De nem emelik. A 800 000 forintot fognak keresni 2025-ben a pedagógusok. Folyamatos béremelés van, ennek egy részét finanszírozza a magyar költségvetés, és ezt, ahogy megígértük, ezt be is tartjuk, és egy kisebb százalékát. Tehát ez a konkrét válasz a kérdése. Ön viszont egyáltalán nem akar válaszolni arra, hogy hova került az a 4,5 milliárd forint, ki fizette azt ki önöknek, és mit kértek érte cserébe. Képviselő úr! Ígérem, válaszolni fogok arra a kérdésre is. Fel van itt írva, pontosan így. Szóval a 400 milliárd forint tekintetében, amiben kerülne a pedagógusoknak a béremelése, azt érthetetlen számunkra, hogy ezt miért nem lépik meg. Mert most hagyják el a pedagógus pályát, most hagyják el a tanárok. Most van válságban az oktatásuk. És ezt ennek mire ellenére... A képviselő, mire alapozza ezt az állítását? Látjuk folyamatosan, a pedagógus szervezetek is folyamatosan jelentik a helyzetet, hogy százával, ezrével mennek el, és nagyjából 10 000 pedagógus hiányzik a jelenlegi oktatási rendszerünkből, és problémát jelent az... Mennyi pedagógus állt föl az öntudomása szerint idén? Mennyi? Azt tudom megmondani önnek, hogy pedagógus szervezetek szerint jelenleg 16 000 pedagógus hiányzik a jelenlegi rendszerből. Pedagógusok ezrei állnak föl. A státusz törvény óta én úgy tudom, hogy nagyjából ilyen 1500-2000 pedagógus állt fel. Tudja, hány pedagógus váltott munkáját, vagy mondott föl a munkáján a tavalyi évben? Kérem. 9000. Uh-huh. És nem volt az oktatási rendszer akkor sem válságban.
most meg lényegesen kevesebb. Tehát kérem, ne állítsanak valótlanságokat, ne hergeljék az embereket, és ne használják fel a pedagógusokat arra, hogy bennünket támadjanak. Használjanak föl más, a pedagógusok ne használják el, inkább becsüljék meg a munkájukat, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a béremelést végre tudjuk hajtani. Mi önökkel szemben megbecsüljük a pedagógusokat és megbecsüljük a tanárokat. Önök azok, akik nem becsülik még a tanárokat, mert hogyha megbecsülnék, akkor ismét elmondom, 400 milliárd forintba kerülne az, hogy 50%-kal megemeljék a pedagógusoknak a bérét. 400 milliárd forintba. Azért nem emelik meg, mert nem akarják megemelni. Erről van szó. Nincsen politikai akarat arra, hogy a pedagógusok azok egy normális érdemi bért keressenek. Önöknek az áll a politikai érdekében, hogy most azt avval harsogják teli a médiát, hogy a közoktatás válságban van, és a pedagógusok ezrei állnak föl. Előbb mondtam konkrét számokat, amely rávilágítanak, hogy ez nem igaz. Tehát önök hazudnak. És ezért mondom azt, hogy önök a pedagógusok csupán fölhasználják. Ezt fejezzék be, becsüljék meg a pedagógusokat, és végre álljanak a magyar pedagógusok, a magyar emberek oldalára. Ezt kérjük. És akkor itt megint álljunk meg egy pillanatra. Képviselő az előbb azt mondta, összedobott 2,5 ezer milliárdot. Még mindig a 400 milliárdnál tartunk. Menjünk egy kicsit lentebb. Volt egy kérdés arról a bizonyos 4,5 milliárd forintról. Így igaz. Ugye előjött most a szokásos dollár baloldali vád, ugye bár. A tegnapi nap folyamán itt volt Márki-Zay Péter, nyilván az ő esemény is szóba került ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy ezt elsősorban tőle kell megkérdezni ezt a kérdést, mert az ő szervezete kapta ezt a kampánytámogatást. Pont a tavalyi évben fejezte be az állami számvevőszék, ami aztán nem vádolható azzal, hogy egy független intézmény lenne, az állami számvevőszék vizsgálta a Momentumnak a pénzügyeit. És azt találta, hogy semmi gond nincsen azzal. Sőt, az egyik legkiválóbb, természetesen a Fidesz kapta a legkiváló értékelés, mert hát mégiscsak, de a Fidesz után miénk volt a legtisztább és legátláthatóbb kampány és párt költségvetés és finanszírozás. Akkor nem teljesen értem, hogy miről beszélt, mert mi ezekből a forrásokból nem részesültünk egyáltalán. Ezekből a forrásokról nem is volt tudomásunk, hogy léteznek ezek a források, és se akkor, se azóta nincsen több információnk róla, szóval bízunk benne, hogy majd akkor a állami számvevőszék, az önök által kitartott állami számvevőszék, illetve a titkos szolgálatok majd pontot tesznek ennek az ügynek a végére, és kiderül az igazság a kérdésben. Tehát akkor nem tudtuk meg, hogy honnan jöttek ezek a források. Csak egy dologra szeretném felhívni a képviselő figyelmét, hogy azt mondja, hogy ilyenkor mindig Márki-Zay Péterre mutogatnak, de Márki-Zay Péter mozgalmának a logója ott volt, mondjuk például az önök újbudai képviselőjének, Orosz Annának a plakátján. Ott volt, nem? Igen. Na, tehát akkor magyarul együtt indultak. Hát ne mondja már nekem, hogy együtt indulnak szövetségben, ott van minden plakáton mindenkinek a logója, de erről a pénzről pont nem tudnak. Én ne haragudjon, de lehet, hogy kicsit durva a hasonlat, de a metron szellentő férfi jut eszembe, aki miután elszellentette magát, azért, hogy mentse a menthetőt, fintorgó arccal körbenéz és keresi a tettest. De mivel nem találja meg, mert hát ő volt az, ezért szintén fintorgó arccal látványosan odébb lép 3-4 métert, és így próbál kimenekülni a szituáció. Most pont ezt csinálják. Tehát elkövették az elmúlt 30 év legdurvább külföldi befolyásolási ügyét, elfogadták ezt a pénzt, és most, mint az egyszeri szellentőférfi, akik körbenéznek, néznek Márki-Zay Péterre, néznek Gyurcsány Ferencre, és utána, mint aki nem tud semmit, 3-4 lépéssel odébb áll. De ezt azért én ennyivel nem intézném el, mert Magyarországon ilyen nem volt, hogy az állami támogatás, ami minden pártnak törvény szerint jár, annak a 3-4-szeresét kapják meg külföldről, és azt mondják, hogy önök erről nem tudnak semmit. Nem tudják, ki kapta, nem tudják, miért adta. Ne haragudjon képviselő, ez azt gondolom, hogy vállalhatatlan. Azért ön is abban talán, legalábbis nagyon remélem, hogy abban egyetértünk, hogy a külföldi befolyásolás a politikában az a legnagyobb büntet, amit el lehet követni, mert akkor az ember nem ura saját magának. De hát önök nem ura saját maguknak, hiszen elfogadták ezt a pénzt. Azért az nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy a külföldi befolyáltság a legnagyobb bűn, amit el lehet követni, ezzel amúgy egyetértek, de közben a állami közpénzből kitartott MKB bank, most már ugye átnevezték magukat, Franciaországban a szélsőjobboldali jelöltet támogatja. Szóval ez egyrészt nagyon érdekes, meg az is nagyon érdekes, hogy pont önök vádolnak minket ezzel az egésszel, miközben ők létrehoztak egy teljes álcivil hálózatot,
és megint csak önök mondják azt a tényleges civil szervezetekre Magyarországon, hogy álcivilek, miközben itt ülünk a Transit Fact Fesztiválon, ahol szép nagy sátorral megjelenik a Megafon, meg ott van a CÖF, meg az összes többi szervezet, amik milliárdokat kapnak, közpénz milliárdokat kapnak, állami pénzből, és aztán vígan elérdekelnek és propagandát terjesztenek folyamatosan. Az országunkban hergelik a magyarokat egymás ellen, és utána pedig azt mondják, és ránk néznek, azt mondják, hogy mi vagyunk azok, akik külföldi befolyásoltság alatt állnak, mi vagyunk azok, akik máshonnan kapnak pénzt, miközben az elmúlt 13 évben más sem csináltak, csak közpénzt csorgattak át ezeken az álcivil szervezeteken. Bocsánat, tehát továbbra sem megint tudtuk csak meg, honnan van a 4,5 milliárd, és továbbra sem tudtuk meg, hogy mit kértek ezért a pénzért önöktől cserébe. Csak egy megjegyzés az MKB-vel kapcsolatban, tehát nem tudom, mióta nevezik támogatásnak a piaci alapú hitelt, de menjünk tovább. Háború. Mióta az kamatmentes azóta. Jussunk el a háborúig. Volt itt kamatmentes és kamattámogatott hitel is, azokról nem beszéltünk, pedig azok is része volt a gazdaságnak. Most már tényleg eljutottunk a háborúig. Háború. Mostanában a háborúval kapcsolatban nagyon komoly distinkciót jelent az ellenzék és a kormánypártok irányába, hogy az ellenzék folyamatosan azzal vádolja a kormányt, hogy oroszbarát, Putyin-bérenc és a kelet felé tekinget, és önök jelenítik meg gyakorlatilag a nyugati mainstreamet. Lehet Európa közepén egy olyan földdarabon, amely egyébként egyszerre tartalmazza Európát, Ázsiát, az indiai szubkontinenst és az indiai óceáni szigetvilágot, amely Ázsiához tartozik. Lehet ilyen különbséget tenni, hogy kelet és nyugat? Vagy pedig valamivel szofisztikáltabban kellene ehhez a problémához viszonyulni, képviselő? Vagy lehet-e szofisztikáltabban? Köszönöm szépen. Hadd mondjak el én is egy személyes történetet, egy kis családi történetet, ami kicsit talán könnyebben megért engem, meg talán a Momentumot is sok szempontból. Nekem a nagyszüleim 1956-ban a Műegyetemen tanultak. Ott voltak, amikor kikiáltották a 12 pontot, ott voltak, amikor ledöntötték a Sztálin szobrot, ott voltak azon a csütörtökön, amikor az AVH-sok tömegbe lőttek, és fegyvert ragadtak, amikor kitört a forradalom. És amikor az oroszok bevonultak november 4-én, akkor menekülniük kellett az országból, mert a Műegyetemen, aki tartalmazta a felkelőknek a listáját, volt egy ilyen lista, ez kikerült, eltűnt egyszerűen, és sok társukkal együtt menekülniük kellett. És Szombathelyen keresztül Ausztriába kötöttek ki, és onnan menekültek Svédországba. És ott élték le a hátralévő életüket. Ott született édesapám is, én is így vagyok amúgy félig svéd. És számomra teljességgel érthetetlen, hogy egy olyan ország és egy olyan kormány, aki szerintem azért emlékszik erre a forradalomra, emlékszik 1956-ra. Kétszer volt felkelésünk az oroszok ellen. 56-ban és 48-ban. És ennek ellenére nem egyértelmű a magyar kormánynak az álláspontja. És nem egyértelmű az, hogy kinek az oldalán állunk. Nem csak a magyar embereknek nem egyértelmű, hanem a külföldi szövetségeseinknek sem egyértelmű. És ez teljességgel érthetetlen számunkra, hogy egy ország, aki 60 éven keresztül volt orosz megszállás alatt, hogyan parolázhat így most jelenleg a putyini Oroszországgal, egy olyan terrorállammal, akik gyerekeket deportálnak az országból, Ukrajnából, gyerekeket deportálnak Oroszországba. Segítsen nekem, képviselő úr, tényleg történészként hadd kérdezzem meg, hogy ez a kétszer volt felkelésünk a második 48-ban. Melyik 48-ban? 1848-ban, amikor az oroszok segítették az osztrákokat, hogy leverjék a magyar forradalmat. Szerintem akkor az osztrákok ellen volt a felkelés, és az oroszok segítettek az osztrákoknak. Nem ugyanaz. Részletkérdést. Ez fontos, csak fontos megjegyzés. Köszönöm szépen, hogy megvilágosította. Tehát ez valahogy kivaradt a történet, tudod. Része a lényegnek. A családi történetét hallgat, még kevésbé értem, hogy hogyan tudtak összefogni azzal a párttal, azzal a Doblev Kalárával, akinek egyébként a nagyja az 56-os forradalmat elnyomta, vérbe folytotta. Ezt nem nagyon értem. Lehet, hogy Dónát annak környékén kell keresni, mert ugye az ő nagyapja is részt vett a forradalom leverésében és a kommunista elnyomó hatalom működtetésében. Tehát
azt gondolom, hogy az én szüleim kitelepítésben születtek, rendszeridegennek számítottak, és ők az egész életükben is küzdöttek azért keresztény emberként, hogy végre szabadon gyakorolhassák a vallásukat, Magyarország pedig egy szabad ország legyen. Tehát azt gondolom, hogy a mostani helyzet értékeléséhez hogyan ez ide, ezt nem nagyon értem. Azt gondolom, hogy van egy háború. Nem kérdés, a békepárti határozatban, amit önök nem voltak hajlandók megszavazni, bele is írtuk, hogy elítéljük az orosz agressziót, és kiállunk Ukrajna területi integritása mellett. De ami a legfontosabb, hogy a magyar érdek, mert beszélt nekem Oroszországról, meg mindenről, de engem ilyen értelemben sem Ukrajna, sem Oroszország, engem Magyarország érdekel. Az a magyar érdek pedig az, hogy minél hamarabb legyen béke. És akkor, amikor önök azt mondják, hogy ezt a háborút addig kell folytatni, ameddig azt Ukrajna meg nem nyeri, ez az önök álláspontja, ezt mondták, egészen addig, amíg Ukrajna meg nem nyeri, akkor ezzel önök azt mondják, hogy ha ehhez 5 év háborúskodás kell, akkor 5 évig fog zajlani ez a háború. Sok százezer ember fog meghalni. Mi nem ezen az állásponton vagyunk, mi azt mondjuk, hogy minél hamarabbi tűzszünet. Legyen vége az öldöklésnek, és utána majd le lehet ülni az asztalhoz, el lehet kezdeni a béketárgyalásokat, de először legyen tűzszünet. Azt gondolom, hogy ez a magyar érdek, és sajnálom, hogy önök nem ezt az álláspontot képviseli. Képviselő, én szeretném megkérni, hogy vezessen végig, hogy hogyan működik ez a folyamat. Hogy fog kinézni a béke az önök fejében? Az ön fejében hogyan fog kinézni? Mert az tiszta sor, hogy az egyértelműen kinyilatkoztatták, hogy szankcióellenesek. Igaz, hogy Orbán Viktor és Szijjártó Péter 11-szer szavazta meg a szankciókat. Most mondhatja azt, hogy nem, de ez egy kétségtelen tény, hogy 11 szankciós csomagot. Ha tények nem számítanak, akkor tényleg nem mondom, hogy nem szavazta meg, de hát úgy látom, hogy tények nem számítanak, ezek akkor hogy történt? Hogy történt az, hogy az Európa Tanácsban, ahol egyhangúságra van szükség, konszenzusra van szükség, ahol ott ül Orbán Viktor vagy Szijjártó Péter, és Magyarország is szavazott mind a 11 szankciós csomagról, hogy történhetett meg az, hogy mégis átmentek ezek a szankciók, és életbe léptek Oroszország ellen? Akkor mi történt? Tehát egyrészt ugye elértük azt, hogy semmi olyan nem került be a szankciós rendszerbe, ami Magyarországnak sérelmes lenne. Például egyébként ugye a gázembargó. Másrészt pedig ön is tudja, hogy a tanácsban nem így működik a döntés, azon nem a miniszterelnökök döntenek, de ezt már számtalanszor elmondta a Gulyás miniszter úr, tegnap is elmondta Márki-Zay Péternek, és úgy látom, hogy önöknek tényleg a tisztán látását a tények nem zavarják meg, de nem is ez a kérdés most. Azt kérdezte, hogy hogyan tervezzük. Én az első lépést tudom megmondani. Tűzszünet. És onnantól lehet tovább lépni. De ez az első. Csak az a helyzet, hogy most ön elbújik amögé, hogy hát akkor ez tulajdonképpen, ha jól értem, ő azt mondja, hogy ez nem is megvalósítható. De hogyha azt mondja, hogy nem megvalósítható, és ha önök azt mondják, az önök szövetségesei, Tordai Bence is többször is elmondták, hogy igen, ők támogatják a fegyverküldéseket, és valószínűleg ebből én arra következtetek, hogyha önökön múlna, akkor egyébként, és önök lennének kormányon, akkor Magyarország is küldene fegyvereket ebbe a háborús konfliktusba, akkor ez a háborús konfliktus elhúzódna. Ez pedig ellentétes a magyar nemzeti érdekkel. Ezt kell végre megérteni, és én egy dolgot nem értek, sokkal inkább. Hát miért nem tudnak végre odaállni a béke mellé? Miért olyan bonyolult ez? Szerintem könnyű belátni, hogy ez a nemzeti érdek. Miért van az, hogy miért nem tudják azt mondani, hogy igen, a nemzeti érdek az, hogy béke legyen, álljunk a béke pártja. És ők nem ezt mondják. Miért nem ezt mondják? Higgy el, mi is békét szeretnénk Ukrajnában, békét szeretnénk egész Európában, ez egészen egyértelmű. Csak az ön állítása egyszerűen nem igaz. Az ön gondolatmenete, hogy levezeti ezt az egészet, egyszerűen működésképtelen. Mi történik? Tegyük fel, hogy most holnaptól nincsenek szankciók Oroszország ellen, tegyük fel, hogy semmelyik ország nem küld fegyvert Ukrajnának. Mi fog történni utána? Mi fog történni, képviselő úr? Elmondom önnek, az oroszok elfoglalják egész Ukrajnát. Ez fog történni, és Oroszország lesz a szomszédunk. Ez fog történni. Ezt szeretné? Szeretné, hogy Oroszország legyen a szomszédunk? Én biztosan nem szeretném, hogy Oroszország legyen a szomszédunk. Én azt szeretném, hogy legyen béke, és azt szeretném egyébként, hogyha Ukrajna létezne. De azt gondolom, hogy ez az érvelés, amit ön itt lefolytat, ez abból indul ki, hogy hát valójában tűzszünet nem is lehet. De az a helyzet, hogy a tűzszünetnek az alternatívája a háború folytatása. Nincs más. Hogyha önök nem a tűzszünet, azonnali tűzszünet mellett állnak, akkor logikailag nem lehet más, mint az, hogy önök a háború folytatása mellett állnak. Mert ez a két opció van. Egy ilyen szörnyű háborúban leegyszerűsödnek a dolgok. Feketék meg fehérek.
Vagy béke, vagy háború. És önök nem képesek azt mondani, hogy a béke. Azonnali tűzszünet. Ez a probléma. Soha semmi nem fekete-fehér, és soha semmi nem bináris. És ebben sajnos, a háborús béke teljesen kérdésében fals az érvelése. Teljesen fals az érvelése. Nem lehet holnaptól elérni egy tűzszünetet Ukrajnában. Mivel lehetne elérni egy tűzszünet Ukrajnában? Akarattal. Tudja, milyen olyan háborút tud mondani a történelem folyamán, amikor két fél háborúzott, és akkor egyszer csak azt mondanak, hogy tűzszünet van holnaptól. Mi arra ösztönözzük a nagyhatalmakat, akiknek van ereje, befolyása, tekintélye arra, hogy rá tudják kényszeríteni a háborúzó feleket ahhoz, arra, hogy befejezzék a háborúkat, hogyha ők ezen gondolkodnának, az Amerikai Egyesült Államok így gondolkodna, ha az Európai Unió erős, nagy államai így gondolkodnának, akkor elérhető lenne a béke. Az a baj, hogy akarat nincsen, és úgy látom, hogy önökben sincs akarat. Azt mondják, hogy ez lehetetlen, dehogy lehetetlen, semmi sem lehetetlen, ez is lehetséges, csak akarat kell hozzá. Csak az a helyzet, hogy nagyon sokan ebben a háborúban egy világhatalmi játszmát látnak. És ők így tekintenek a dologra is. Éppen ezért, ahogy egyébként több például amerikai politikus is elmondta, hogy most még nincs itt az ideje a békének. Ők még a háborút szeretnék folytatni. Ez az amerikai dolga, legyen ez az ő álláspontja, de a miénk nem ez. De önök miért az amerikai álláspontot visszhangozzák, hogyha már itt Tihanyban vagyunk, miért nem a magyart? Miért nem azt mondják, hogy nekünk a béke az érdekünk? És azon dolgozna, hogy hogyan lehet elérni a békét, és nem azon próbálna engem győzködni, hogy valójában ez a béke dolog ez nem is elérhető. Dehogy nem elérhető. Akarat kell hozzá, meg kell győzni a nagyhatalmakat arról, hogy bírják rá a háborúzó feleket, hogy legyen béke. Ilyen egyszerű. Tavaly novemberben képviselőtársammal együtt jártam Ukrajnában, és hallottuk. El fogom én is mesélni, hogy én milyen élményekkel tértem haza, és milyen sokkoló dolgokat tapasztaltam, mert tudom, hogy a magyar kormány ugye Novák Katalin köztársasági elnök kivételével nem hajlandó kimenni Ukrajnában, annak ellenére, hogy minden európai uniós miniszterelnök már volt Ukrajnában. Orbán Viktor nem hajlandó, ezt vettük, értjük, de mi kimentünk, mi elmentünk Ukrajnába, és elmentünk Kijevbe, és nem csak Kijevben jártunk, hanem Bucsában is voltunk. Ahol ott voltunk annál a templomnál, ahol az oroszok 500 embert, köztük gyerekeket és nőket lőttek gödörbe. És ástak el egy tömegsírba a templom mögött. És abba a templomba menekültek az emberek, a háború elől, mert ugye az megszállás alatt volt Bucsa a háború első szakaszában, ott ugye orosz katonák masíroztak. Azt akarja mondani, hogy a háború szörnyével egyetértek? Ezért kell minél hamarabb békét. Szeretném végigmondani a gondolatmenetemet, és nagyon örülnék, hogyha nem szakítana félbe. És ott beszélgettünk egy hölgyel, egy asszonnyal, talán édesanyám korú lehetett, aki ezt végélt, és ott volt végig a megszállt orosz, a megszállás alatt tulajdonképpen. És ő is átélte a háborúnak a borzalmait. A legborzasztóbb részét érte át a háborúnak, amikor konkrétan tömegmészárlás történt. És gondolkodás nélkül lőttek autókra, legyen a civil vagy nem civil, meg házakra. És ezek az emberek, ő is, ez a hölgy, akivel beszélgettünk, és a többi ukrán is, a többi szomszédos országban lévő ukrán is, azt szeretné, hogy Oroszország és az orosz katonák eltakarodjanak az országukból. Mert egy szuverén, független nemzetről van szó, amit jelenleg megszállás alatt tart Oroszország. Ezek az emberek nem szeretnék egy olyan tűzszünetet kötni, ahol az országuk egy negyede vagy egy ötöde megszállás alatt van, és azokat a borzalmakat kell nap mint nap átélniük azoknak az embereknek, akik ott maradtak a megszállt területek alatt, mint azoknak, akik Bucsába ragadtak a háború alatt. Oké, csak az a probléma, hogy ezek a borzalmak és szörnyűségek folytatódni fognak akkor, hogyha a fegyvereket küld Amerika és az Európai Unió tagországai ebbe a háborúba. Ezért ezt a háborút úgy tudjuk befejezni, hogyha minél hamarabb rábírjuk a feleket arra, hogy tűzszünet legyen. És ha fegyvereket küldenek, avval a háborút meghosszabbítják. Szerintem ez egy egyszerű igazság, és végre önöknek is arra kéne rábírni az európai szövetségeseiket, ott ülnek az európai liberálisok között, akik egyébként nagy támogatója a fegyverküldéseknek, arra kéne rábírni, hogy ezen az állásponton változtassanak.
nem pedig arról kéne bennünket győzködni, hát hogy valójában ezt a tűzszünetet nem lehet elérni, és a békének most nincs itt az ideje. Tehát erről akar itt most engem meggyőzni, hogy ez igazából nem jó. Én meg azt mondom, hogy de, egyedül ez a jó. Hogy Magyarországnak ez a jó, hogy azon a tűzszünet van a szomszédunkban, szerintem egészen világos. Ez kétségtelen. De az is teljesen világos, ha már nagyon szereti az ilyen bináris dolgokat, és feketén-fehéren lefesteni a helyzetet, akkor én is mondok ennek egy nagyon egyszerű képletet. Fegyvereket küldenek Ukrajnában, önvédelmi eszközöket, amivel megvédik a szuverén országukat, akkor az ukránoknak van esélyük. Ha nem küldenek, akkor nincs esélyük, és Oroszország elfoglalja Ukrajnát. Ennyire egyszerű a képlet. De mi azért dolgozunk, hogy a magyar érdeket, önnek is, nekem is, országgyűlési képviselőnek az a dolgunk, hogy a magyar érdeket képviselők. Mi a magyar érdek? Az a magyar érdek, hogy minél hamarabb befejeződjön a háború. Ezért kéne tenni, és nem pedig az amerikai és az uniós álláspontot visszahozni. Egyetlen egy, sőt, 40 másodpercünk van, egy-egy szavas választ. Ön szerint mikor hallgatnak el a fegyverek Ukrajnában? Mikor még egyszer? Mikor hallgatnak el a fegyverek Ukrajnában? Ezt nem tudom megtippelni. Képviselő úr? Hát akkor, hogyha a nagy játékosok végre rászállják magukat, és rábírják a háborúzó feleket. Így, Oroszország rábírja magát. Kivonuljon Ukrajnából. Tehát például Kína rábírja Oroszországot, az Amerikai Egyesült Államok rábírja Ukrajnát, hogy ezt a háborút fejezzék be akkor. És nekünk azért kell dolgozni, hogy a nagyhatalmakat rábírjuk, hogy végre tegyék ezt meg. Így legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm a figyelmet a Facebookon, és köszönöm, hogy itt voltak. Következő beszélgetés az Erő legyen veled. Rétvári Bence és Lukács László György Gerhardt Máté Vita vezetésével beszélget majd ebben a sátorban.